A Rákóczi út legfrissebb újdonságának bemutatásához már szagos film kellene. Az infrasugárban ropogósra sült csirke és az ugyancsak infrasütőben pirosodó kürtős kalács illata mágnesként vonza a jó falatok iránt nem közömbös pestieket. A Pozsonyi úti új önkiszolgálóbolt meglepetése a hűtőpulttal egybeépített szovjet tejautomata. A tárcsával előre beállítható a kívánt mennyiség, és a tej higiénikus módon pontosan kimérve kerül a vásárlókhoz. A Dózsa-György úti önkiszolgáló büfében a sörivókra vár öröm. Itt nem lehet panasz a habra, a vendég maga csapolja a kedvelt italt. A 60-as évek elején a vendéglátóipar a füstös pesti kiskocsmák helyén új, kultúráltabb étkezési formákat igyekszik meghonosítani. Ezek a falatozók, a büfék és a bisztrók. A falatozóban a kisebb választékú hidegételféleségek mellett mindenfajta italt megtalálhatunk. A büfét jellemzi a kis választékú készételek, a sütemények, az italféleségek és az álvafogyasztás. A bisztróban az ételek a vendég előtt készülnek. Lehetőség van reggelizésre, a kimért hidegkonyhai termékek árusítására, ülvefogyasztásra. Filmünkben bemutatjuk, hogy ezekben az üzletekben az értékesítési munka milyen sokrétű. Nyitás előtt a nagy forgalom miatt az üzlet dolgozói az üzletvezető irányításával körültekintően végezzék el az előkészítő munkát. A szükséges eszközök a munkafolyamatnak megfelelően mindig legyenek kéznél. A szakszerűen csoportosított és ízlésesen elhelyezett áru a betérő vendégnek önmagát kínálja. Forrót kérek. Sokan szeretnének reggelizni. Ez a kényelmetlen, nem éppen korszerű módszer azt bizonyítja, hogy ma még nem mindenütt élnek eléggé a lehetőségekkel. Ez a helyesebb módszer. A reggelizés nem csak tejből, kávéból, kakaóból áll, hanem hozzátartozik a jó minőségű, friss és bő választékú sütemény is.